A Jobbik és az Élve Egyesület augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Veszprémben a rovásírás tábort általános iskolások számára. Az ősi írás tanulása egyszerűen elsajátítható, mondta a képviselőasszony. Ebben a táborban a foglalkozásokat kézműves foglalkozások, daléneklés, népmeseolvasás egészíti még ki, illetve hát szeretnék egy kicsit a magyar történelemmel, a magyar népi kultúrával foglalkozni. A továbbiakban én úgy gondolom, hogy reménykedésre ad okot az, hogy oktatási államtitkárasszony is kinyilvánította azt a szándékát egyes sajtó hírek szerint, hogy elképzelhetőnek tartja, illetve hát tulajdonképpen némelyek szerint tervbe is van véve a rovásírás oktatásának a bevezetése. Intelligenciát növel, személyiséget fejleszt ez a tudás, vélte a politikus. Jelentkezni a párt veszprémi irodájában vagy a képviselő e-mail címen lehet. A továbbiakban a helyi alapszervezet vezetője a kabinet önkormányzati rendszerről kiadott elképzeléseit elemezte. A tervezet szerint a 2000 fő alatti településeken pontosan 2365 helység nem lehetne önálló hivatalokat létrehozni, nem lenne semmiféle hatósági ügyintézés. Számukra kötelező végtennék, hogy az önkormányzati feladatokat, alapszociális ellátásokat, iskola, óvoda és egészségügyi szociális ellátásokat társulás formájában oldják meg, és ezek az ellátások pedig a járási székhelyeken történnének csak meg, tehát ott lennének ezek a szolgáltatások. Úgy véljük, hogy az önkormányzataik döntési képessége és az önrendelkezési képessége ezáltal elég durván sérülni fog, és a végeredmény a népesség megtartó erejük és az életképességük szűnik meg. A Jobbik a dokumentum részletes elemzése után további elképzeléseit is megfogalmazza, hangzott el az eseményen.